Sziasztok, skacok! Nagy nehezen le tudtam tenni a Witcher 3-at, és eljöttem nektek, hogy felvegyük az e-heti Weekly Fixet. Nézzük, hogy milyen hírekkel készültünk. A múlt héten már beszámoltunk a Capcom újrakiadásokkal kapcsolatos terveiről. Most pedig meg is érkezett a következő nagy visszatérő. A kiadó bejelentette ugyanis, hogy 2016 elején érkezik a Resident Evil Zero felújított változata nagy felbontásban. Az eredetileg 2002-ben megjelent GameCube exkluzív játék a klasszikus első rész előzményeként szolgál, melyben először váltogathattunk kedvünk szerint az irányítható karakterek között. A HD kiadás az új generációs gépeken és a PC-n kívül Xbox 360-ra és PS3-ra is meg fog majd jelenni. A Sony bejelentette, mely játékokat kapják meg ingyenesen a PlayStation Plus előfizetők júniusban. A PlayStation 4-es játékosok elsődlegesen a Metal Gear Solid 5 bevezetőjeként szolgáló Ground Zeroes-ban mélyedhetnek el a hónap folyamán, ezen kívül három indie alkotás is csatlakozik a kínálathoz. A körökre osztott stratégiai Schools of the Shogun, a Tower Defense Super Exploding Zoo, valamint a Shoot'em Up Future Idiom IP Deluxe. A PlayStation Vita tulajdonosai a két utóbbi cím crossplay változatával gazdagodnak, végül a PlayStation 3-as játékosok a Call of Juarez Gunslingerhez, valamint a Cloudberry Kingdom című platformjátékhoz férhetnek majd hozzá. A játékok június 3-ától lesznek elérhetőek. A Microsoft felfedte a Games with Gold júniusi kínálatát, melyben ismételten 4 ingyenes elérhető alkotás található. Igaz, ezek közül egy visszatérő is akad, méghozzá a Pool Nation FX. A legnagyobb érdeklődésre a Double Fine Kickstarter-es stratégiai játéka, a Massive Chalice számíthat Xbox One-on. Érdekesség, hogy a játék a program keretén belül debütál, hiszen június 1-e a játék hivatalos premier dátuma is egyben. Ugyanakkor az Xbox 360 tulajdonosok is örülhetnek, hiszen két igazán szórakoztató darabbal bővíthetik gyűjteményüket. A hónap első felében a Just Cause 2-ben akciózhatnak, míg június 16-ától a Thief sorozat legutóbbi tagját töltetik le ingyenesen. Megérkeztek az első információk a FIFA 16-ról. Az Electronic Arts bejelentette ugyanis, hogy a sorozat történetében először a női válogatottakat is irányításunk alá vonhatjuk. A FIFA játékok producere úgy fogalmazott, mindig is foglalkoztatta őket, hogy a sportág női csapatait is szerepeltessék az évről évre megjelenő program egyik epizódjába. A női válogatottak mellett az Electronic Arts a FIFA 16 megjelenési dátumát is felfedte. Szeptember 24-én startol a futballszezon PC-n, PlayStation 3-on, PlayStation 4-en, Xbox 360-on és Xbox One-on. Megjelenési dátumot kapott a PlayStation 4 exkluzív horrorjátéka, az Until Dawn. Az eredetileg PlayStation 3-ra tervezett interaktív kalandban döntéseink súlyos következményekkel járnak majd a pillangó effektusnak elnevezett metódusnak köszönhetően. A történet szerint ismeretlen kilétű gyilkos kezd vadászni néhány fiatalra, és csak is a játékoson múlik, hogy ki éli túl az eseményeket és ki hal szörnyűséges halált. Az Until Dawn augusztus 28-án jelenik meg, a bejelentés alkalmából kiadott új előzetes pedig az oldalunkon megtekinthető. A CD Projekt Red vezérigazgatója egy friss interjúban a Witcher sorozat folyamatosan növekvő rajongótáboráról és a harmadik rész kimagasló eladásairól nyilatkozott. Éppen ezért a vállalatnál az idei, de még a következő év is teljes egészében a Witcher 3-ról szól majd, hiszen két nagyobb kiegészítővel is készülnek a fejlesztők. Ez viszont sajnos azt jelenti, hogy a 2012-ben bejelentett papíralapú szerepjátékon alapuló Cyberpunk 2077-ről leghamarabb csak 2017-ben hallhatunk majd, így várhatóan a megjelenési dátum is még évekre van. Februárban már volt egy kisebb szivágás a Darksiders 2 esetleges új generációs megjelenéséről, most azonban az Amazon végleges dobozképpen rántotta le a leplet a játékról. Bár a Nordic Games továbbra sem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, ez alapján szinte 100%-os bizonyossággal vehetjük, hogy még idén jön a kreatív elnevezésű Darksiders 2 Definitive Edition. Várhatóan az E3 során kapunk pontos részleteket a megjelenésről, azonban a jelenlegi információk alapján az újrakiadás kizárólag a PlayStation 4-re érkezik. A WildStar egyike volt azoknak a nyugatra szánt MMO-knak, amelyek a havidíjas modellt alkalmazták. Bár a tavaly júniusi megjelenést követően remekül alakult az előfizetők száma, néhány hónap elteltével már nem igazán lehetett hallani a játékról. A csendet most végül maguk a fejlesztők törték meg, bejelentették ugyanis, hogy ingyenessé teszik a játékot. A free-to-play játékoktól megszokott módon számtalan opcionális és extraért lehet majd fizetni a játékban, más korlátozásról azonban egyelőre nincsen szó. Ennek megfelelően ingyenesen is bejárható az összes zóna és elérhető a teljes tartalom. A megjelenés idén ősszel várható, pontosabb dátumot a készítők később közölnek majd. Ennyi lett volna mára a Weekly Fix, 2 hét múlva pedig itt van az E3, szóval addig is mondjatok velünk és kövessétek az IGN. Na szevasztok!